Orbán Viktor a Bildnek adott interjújának nagy része a Politico című brüsszeli lapban is megjelent. A cikkben kiemelik a miniszterelnöknek a békére vonatkozó mondatát, amelyben kifejti, a háború befejezésének egyetlen módja az oroszok és az amerikaiak közötti tárgyalás, valamint Európa békéjének a szavatolása. Komolytalan és vitára alkalmatlan Brüsszel költségvetési javaslata, ezt mondta Orbán Viktor azon a videokonferencián, amelyen Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével, illetve öt uniós ország miniszterelnökével tárgyalt. A magyar kormányfő a megbeszélésen elutasította a migrációt és a brüsszeli bürokrácia növelését is elősegítő uniós javaslatot. Elemzők szerint a brüsszeli bürokrácia gyakorlatilag csődbe vitte az uniót, hiszen már az első évben borul a 7 éves költségvetés, közben pedig Ukrajnára, a migránsok befogadására, valamint saját magukra még több pénzt kérnek. Feszült hangulatú csúcs találkozó elé néznek az Európai Unió állam és kormányfői. A csütörtökön kezdődő kétnapos egyeztetés előtt már borítékolható a vita, főként az Európai Bizottság pénzszórása miatt. Az uniós testület ugyanis összesen plusz 65 milliárd eurót vár a tagállamoktól. We will keep supporting Ukraine for as long as it takes. Addig támogatjuk Ukrajnát, ameddig csak kell, hangoztatta többször is Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke ezt komolyan is gondolja. Az eddigi 72 milliárd euró, csak nem 27 ezer milliárd forint után, még 50 milliárd eurót, azaz több mint 18 ezer milliárd forintot kér a tagállamoktól Ukrajna megsegítésére. Ursula von der Leyen emellett a brüsszeli bürokrácia működtetésére is kért még többletforrást, valamint több pénzt fordítana a migránsok befogadására is. Komolytalan, vitára alkalmatlan Brüsszel költségvetési javaslata. Ezt mondta Orbán Viktor, miután tárgyalást folytatott Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével, valamint a horvát, a belga, a luxemburgi, a szlovák és a svéd miniszterelnökkel. A magyar kormányfő a videokonferencián határozottan elutasította a migrációt és a brüsszeli bürokrácia növelését is elősegítő uniós költségvetési javaslatot. A videokonferencia után kiadott közlemény szerint Brüsszel újabb forrásokat követel a tagállamoktól, hogy fedezze az emelkedő kamatok miatti hiányt az uniós költségvetésben. Miközben a korábbi közös hitelfelvételből Magyarországnak és Lengyelországnak járó pénzt továbbra is visszatartja. A kormány szerint további probléma, hogy a bizottság költségvetési javaslata tovább duzzasztaná a brüsszeli bürokráciát. Emellett a kabinet úgy látja, hogy Brüsszel ahelyett, hogy megállítaná az illegális bevándorlást, újabb milliárdokat akar költeni az illegális migránsok Európába áramlásának támogatására. Orbán Viktor hétfőn Pozsonyban a V4-es csúcson is bírálta az Európai Bizottság költségvetési módosító javaslatát. Az a pénz, amit ott a migráció elleni küzdelemre a bizottság elkülönít, az nevetséges. Azt kell mondani, hogy az egész javaslat úgy, ahogy van a bizottság, az komolytalan, és ebben a formában Magyarország álláspontja szerint alkalmatlan a tárgyalásra, és egy komolyan vehető új javaslatot kérünk a bizottságtól. Joggal érezhetik úgy az EU-s állampolgárok is, hogy átveri őket a brüsszeli vezetés. Akár a migrációra fordítandó többletforrás, akár a bürokraták fizetésének megemelése sem az az irány, amerre Európának mennie kell. Az uniós tagállamok nem ebben állapodtak meg. Nyilatkozta az Európai Bizottság költségvetési módosító javaslatáról az M1-en Palóc André. A századvég vezető elemzője szólt arról is, hogy az Európai Bizottság elnökének komoly felelőssége van abban, hogy az uniós testület arra kényszerült, hogy plusz pénzt kérjen. Nagyon fontos kiemelni, a bizottság mindenkori elnökének, így a mostani elnökasszonynak, Ursula von der Leyennek is komoly felelőssége van abban, hogy egy bizottság működése alatt a gazdasági fegyelem az meglegyen. Hogyha ez nincs meg, akkor értelemszerűen leginkább, vagy legnagyobb mértékben, mint a bizottság vezetőjét, Ursula von der Leyent illetni ilyenkor a felelősség. Az elemző hozzátette, mindezeket tekintetbe véve kérdés, hogyan alakul a bizottság elnökének jövője.